Szevasztok, ez a harmadik rész, minden tudó energiétal harmadik része. Az előbb felvettem egy rossz felvételt, mert második rész mondtam, holott ez a harmadik része, és egy hét után ugye jelentkezem. Nem mindig jelentkezem ilyen részekkel, amikor úgy adódik, hogy pont a kezem ügyébe akad egy energiétal, akkor úgy döntök, hogy akkor csinálok egy ilyet. De ez a sorozat, ez egy saját ötlet, tehát nem koppintottam külföldiektől, mert ilyet nem láttam sehol. Tehát senki nem csinál ilyet a YouTube-on. Amúgy itt a háttérben mennek az autók, azért elnézést kérek. Tehát a háttér zajért nem én vagyok a felelős, hanem a közlekedés és az autókban ülő emberek és azok vezetői, az autók vezetői. Hát gyerekek, lassan véget ér a nyár. Mondjuk azt, hogy semmi nem történt velem a nyáron. Sok helyen nem jártam. Orfűn voltam, elvittek egy kicsit, tehát úgy nagyon nem volt élménnyel dúsította az én életem és a napjaim. Bevallom őszintén, hogy a videózás sokkal több időt kap, és sokkal több energiát fektetek a videózásban, mint a magánéletembe és a saját magam szórakoztatására. De engem szórakoztat az, hogy videózom, és hogy ezt csinálom. Bevallom őszintén, hogy imádom. Tehát ez már az életem része lett, részesem lett, részemmé vált ez a dolog, és örülök, hogy ezt csinálhatom. Egész jó ez a kóla. Bár mondjuk ilyet, igazából minden nap iszik az ember ilyen kólát. Csak mondjuk energiaitalban most beleöntik a kólát, tehát ez egy sima kóla. Ebben nincs semmiféle dolog. Csak valamivel ki kellett pótolni, és gondolták, csinálnak ilyet. Mondjuk egy narancsos health, azt el tudnék fogadni, vagy egy banános health például, vagy bármilyen, nem muszáj hell, lehet felőlem bomba energiaital, narancsba, banánba, kivibe, ananászba, barackba, őszi barackba, vagy bármilyenbe. Gyerekek, ez a mai nap, ez egész jó. Mostanában nem forgattam videót, mert úgy voltam vele, hogy nincs értelme forgatnom videót, és nincs miről beszélnem. Amikor nincs miről beszélni, akkor felesleges videót csinálni. Most igazából annyi mondani valóban, hogy elmondom, hogy el vagyok. Tehát el vannak a napjaim, vannak dolgaim, amiket meg kell csinálnom, és ennyi. Amúgy most nem azért, de valamit úsztat a csávó a vizen. Ez mi akar lenni? Ez most mi a faszom akar lenni? Ez egy kis hajó akar lenni, amit a csávó úsztat a vizen, vagy ez egy drón? Van itt egy srác a túlparton, az egyik nagy fa alatt, és valamit a vizen úsztat. Szerintem ez egy kis hajó lesz, amit távirányítóval irányít. Meglepő dolog, amikor így itt ülsz, és valamint jön a vizen, tehát nem tudod elképzelni, hogy milyen. Most tényleg ide fogod irányítani, barátom? Tehát, hogy nem tudom, hogy miért ide irányítod. Mi van az, egy kis majom, vagy mi? Mi lenne, ha visszafele irányítanám? De tényleg komolyan mondom, olyan, mint hogyha így direkt így erre irányítanál, csak azért, mert én itt ülök. Meglepő, hogy micsoda találmányok vannak a mai világban. Ez egy kis hajó, igen, egy ilyen propelleres, szerintem propelleres távirányítóval irányítható kis hajó, vagy csónak, hát hajónak nevezném. Nem megy valami gyorsan, ilyen egy-kettővel talán. Hát épp, hogy csak megy. Vagy nem akarja túl gyorsan, vagy direkt szórakozik most itt, és ja. Na mindegy, igazából az élet zajlik folyamatosan, mindig történnek dolgok a nagyvilágban, meg események, és elgondolkodik az ember azon, hogy mennyi mindent teszünk azért, hogy jobban éljünk, hogy jobb legyen minden. Holott ugye azért valljuk be őszintén, a hajtás, az a túlzott hajtás se jó, mert egy idő után belerokkansz, lerobbansz, és az meg, tehát nem olyan jó dolog, de hajtani kell, csak az a baj, hogy megöregszik az ember nagyon hamar. És az a belefektetett energia és az a rengeteg évnyi munka vagy megmarad, vagy elveszi, vagy olyan, mintha nem is létezett volna az a rengeteg munkád.
amikor nagyon sokat teszel a dolgokért, akkor tök jó, mert fiatalon persze megteheted, tehát akkor hajtasz, mész. Csak aztán megöregszel, és akkor már nem úgy tudod tenni a dolgaidat, ahogy szeretnél. És itt közben jön a halál, a gyerekek tovább viszik, ha tovább viszik az adott örökséget, aztán egyebek, tehát sok minden van, ami így az életben zajlik. De hát ez van. Amúgy kellesemben sem fúj a szél, és tök jó, hogy ilyen jó kis kellemes idő van. Most nem süt annyira a nap, nincs olyan nagyon meleg. A szél fújása az pont olyan kellemes, ami elvárható. Tehát nem az a durva szél, amikor fel akar lökni menet közben, hanem tök kellemes. Tehát el tudod viselni a szél fújását, és nem kell kabát. Ha nagyon fújna a szél, és kicsit rosszabb lenne az idő, lehet, hogy még a kabátot is elő kellene venni, ami hamarosan elkövetkezik, mert hiszen már augusztus vége lesz lassan. Jó, mondjuk ez a videó, mire felkerül, már szeptember lesz, és talán szeptemberbe kerül csak fel ez a videó. Na, de mindegy, lényegtelen. És augusztus 16-a van, péntek. 10 óra, 11 óra környékén, és itt viszom a Held a harmadik rész, mert nem is néztem amúgy, hogy ez kólás vagy nem kólás, csak kikaptam, és most, ahogy a felvétel elindult, akkor nézem, hogy ez kóla, mondom, jó, tehát na. Elég ízetlen, tehát az átlagos kólák mind ízetlenek, tehát a Coca-Cola-nak is ugyanolyan íze van, mint a spárosnak, vagy a penis kólának, tehát vagy a drinki, vagy az Ashbad Gettes kóla, tehát mindegyik egyforma, csak a név más, a márka más, a forgalmazó más és egyébként, tehát minden kóla egyforma szerintem. Én gondolom azt, mert nem hiszem, hogy egy kóla a másik kólától másabb íze van, meg mit tudom, hogy mindegyik egyforma. Mindegyiknek el fog menni egy idő után a szénsavaja, vagyis mindegyikből el fog menni a szénsav, és nem fog úgy teljesíteni. Ez meg még mindig itt szórakozik a csónakkal, vagy hajóval, vagy én nem tudom mi ez. Ja, na mindegy, visszatérve a dologra. Hát most ez a Hell kóla, ez nekem annyira nem jön be, bár azt mondom, hogy oké, de nem tudtam, hogy ez kólás. Na mindegy, tehát legközelebb majd, hogyha úgy alakul, akkor nem ilyet veszünk, majd megnézem, hogy mi van ráírva, de ja. Jó, vannak ízesítettek, meg sokféle van, meg ugye már ittam bombát, meg sokfélét, de van, amit még nem ittam, tehát majd azért úgy utána járunk a dolgoknak, és jól megnézzük a dolgokat, ne aggódjatok. Na mindegy, gyerekek, én azt gondolom, hogy élvezzétek az életet, lassan tényleg szeptember van. Jó, hát most igazából mindenki úgy gondolja, hogy gondolja, a négy évszak az négy évszak. Én azért szeretem a telet, mert télen születtem ugye januárban, és január 26-án, csak hogy azért elmondjam, hogy január 26-án mindenki nézze a naptárát, hogy na, akkor ennek a videós csávónak lesz a születésnapja, és akkor így atok, bulizzatok, tehát csak 26-án, tehát csak január 26-án kell bulizni, és inni az egészségemre. Akkor leszek 82 éves. Tudom, elég furcsa, hogy tényleg 82 éves leszek. Én sem gondoltam volna, hát hibernáltam magam. Ennyi. Nem szoktam böfögni a kólától, de még is böfögök. Ennyi, azt gondolom. Fennakadt a járműve? Na, úgy látszik, a csávónak fennakadt a járműve. Hát sajnálok, barátom, nem kellett volna arra mindegy. Na, elfogyott a Hellkóla, és a harmadik résznek vége lett. Találkozunk a következő részben. Na, cső!